There's always pressure in this business, but certainly reaching top six, it helped us a great deal. The way I see the next 10 games, let's practice hard in our practices, and then we, when it's a game time, let's play hard and have some fun. I'm gonna sit down with the players. We're gonna have a meeting about our goal in this next regarding this next 10 games, and whatever they decide, I'm all for it. Azt mondom, középszakasz során ugyanúgy fogunk játszani, ahogy abba hagytuk az alapszakaszba. Ez az elmúlt 10-15 mérkőzés és időszak, ez nagyon bejött számunkra, és nagyon megtaláltuk az identitásunkat, a játékunkat. Úgyhogy ezeknek a csiszolás és ezeknek a még jobbá fejlesztése lesz a következő célunk. Mind a mellett, hogy meccseket nyerünk, és hogy megpróbálunk minél magasabb pozícióba várni a rájátszást. They have a really, really good team, excellent team, and they play really organized hockey. And they those guys, they love to score goals, just like we do. And also their power play is really, really dangerous. So the way I see it, gaming Graz, if we can stay out of the penalty box, we have a chance to win. Én azt gondolom, hogy a Grác egy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott. Ugye, ha megfigyeltük, akkor végig ott voltak az élmezőnyben, és sosem engedte, sosem volt nagyobb hullámvölgyük. Ugyanez nem mondhat el mondjuk egy Bécsről, mert a tavalyi szezonhoz képest ők sokkal több hullámvölgyet éltek meg. És szerintem ez volt az a döntő dolog, ami végül azt eredményezte, hogy ők nyerték meg az alapszakaszt. De a mi olvasatunkban igazából ez semmit nem jelent, mert mi eléggé kiegyensúlyozott meccseket játszottunk velük, és nagyon én azt gondolom, hogy igen, idegenben is többször volt esélyünk nyerni, ha csak megnézzük az utolsó meccset Grazban, ott is 3-1-re vezettünk, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen feladatot nyerni. Semmiben nem befolyásol minket azt, hogy ők most 6 ponttal vannak előttünk igazából. Azt tudjuk, hogy volt esélyünk nyerni, most is lesz, és reméljük be is húzzuk a 3 pontot.